július 1-ével megkezdődtek a nyári élelmiszer ellenőrzések országszerte. A vizsgálatokat minden évben az élelmiszerbiztonságért felelős államtitkár rendeli el, melynek keretében többek között a szezonális élelmiszerek minőségét, nyomon követhetőségét, valamint eredetét is ellenőrzik. A zöldséggyümölcs minőség ellenőr kollégáim ellenőrzik a árusítókat. Általában ezek az árusítók, útmenti árusok, nagybani piacon árusítók, valamint termelői piacokon árusító gazdálkodók. Az ellenőrzés során a nyomonkövethetőség a legfontosabb terület, amit ellenőrzünk. A nyomonkövethetőségnél a számlák, bizonylatok meglétét, a jogosultságot, tehát az, hogy vállalkozóként vagy őstermelőként árusít, valamint megnézzük azt, hogy a minősége a terméknek megfelelő-e, valamint megnézzük azt, hogy ha őstermelőként árusít, akkor ő jogosult-e ilyen árusításra. A kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának munkatársai tavaly 38 árusító helyet és 80 terméket ellenőriztek, míg 2016-ban 45 árusító helyen 115 terméket vizsgáltak. Bújdos László elmondta, a vizsgálatok során különös tekintettel lesznek a dinnyárusító helyekre és a nagybani piacokra, valamint az EKR program keretén belül a NAV segítségével ellenőrzik a zöldséggyümölcs forgalmazók szállítóit is. Amennyiben a nyomon követhetőség vagy az elárusításnak a jogosultsága nem megfelelő, élelmiszerlánc biztonsági bírságot szabnak ki az árusra. Ennek mértékét a tétel értékének négyszerese teszi ki, ami 100 000 forinttól 5 millió forintig is terjedhet. Őstermelők saját jogon árusíthatnak zöldséget, gyümölcsöt, abban az esetben, hogyha rendelkeznek ilyen termőterülettel, azokban az esetekben, és van sajnos elég sok ilyen eset, hogyha az őstermelő árusít, van lehetőségünk arra, hogy lekérdezzük a központi rendszerből, hogy ő milyen területtel regisztrált, tehát milyen növénytermesztéssel foglalkozik. Amennyiben nem rendelkezik azzal a növénnyel, amelyet árusít, például banánt árusít, valószínűleg banán ültetvénye nincs, akkor ebben az esetben kimegyünk a területre, leellenőrizzük, és itt ugye kiderül, hogy ő nem jogosult ennek a terméknek a forgalmazására. Idén a megszokott területeken, a rendezvényeken, fesztiválokon és gyerektáborokon kívül többek között a halsütődékben, halboltokban és piacokon kínált haltermékeket is vizsgálják, de a tűzifa kiskereskedelemhez kapcsolódó előírásokat és a szállítójegy kiállítási kötelezettség betartását is ellenőrzik. Ezen kívül újfent kitérnek még a kutyák és macskák szívférgességének megelőzésére alkalmas állatgyógyászati készítményekre is.